beszélek nektek arról, hogy miért nem csinálok kardioedzéseket, hiszen vannak saját csoportos edzéseim is, és hoztam nektek egy kis videót, hogy betekinthessetek. Minden edzésünk nagyon-nagyon más, és tényleg nincs két edzés, ami egyforma lenne, mint felépítésben, mint eszközökben. Most éppen egy köredzést láthatok, ez március 30-ai napról készült, amikor én reggel ugye kardioztam, este volt egy, vagy délután volt egy saját lábnapom, úgyhogy most egy köredzést hoztam a fiúknak, lányoknak, hiszen itt én tudtam egy kicsit pihenni, és rajtuk volt a fókusz, sokkal jobban tudok ilyenkor javítani, mint amikor mindenki egyszerre dolgozik. Tényleg fogok hozni videókat, mert azt mondtátok, hogy ezeket élvezitek, jó belelátni és motivációt ad, hogyha láthatjátok, hogy miket csinálunk, úgyhogy ez egy lábfókuszos köredzés volt. Imádom a vendégeimet, tényleg nekem a legnehezebb pillanatokban is ők adják a legnagyobb motivációt. Ahogy látjátok, a csapat összetételét tényleg sportolóktól elkezdve a kicsit a nagyobb túlsúlyjal rendelkező hölgyekig, férfiak is most vannak, most egy kicsit kevesebben voltak, mert a többiek üzleti úton vannak. Szóval, hogy mindenki megfordul az edzéseimen is, azért, mert úgy vannak összerakva az edzések, hogy mindenkinek tényleg önmagán el kell jobbnak lennie. Az összes otthoni edzéstervem is hasonlóan van összerakva, tényleg szinte lemintázzák azokat a tapasztalatokat, azokat a dolgokat, amiket én a csoportos edzéseimen gyűjtök, illetve az új edzésprogramom az a testépítésből jön, tehát az én edzőtermi nagy súlyos edzéseimből átalakítva otthonira. Szóval imádom őket, mert azt hiszem, hogy bebizonyítják mindazt, amiről én beszélek, hogyha találsz egy jó csoportot, hogyha egy olyan edzést találsz meg, amit szeretsz, akkor bármi lehetséges, és tényleg úgy küzdenek és úgy hajtanak, és én ezért imádom a csoportos edzéseket. Nagyon jó! És valaki kérdezte, az egyik ilyen kérdezfelelek, vagy tartok-e személyedzéseket. Én Székesfehérváron tartom a csoportos edzéseimet, és mindenki azt hiszi valamiért, hogy Pest, pedig van élet Pesten kívül is. És én nem tartok személyedzéseket, annak ellenére, hogy személyedző képesítésem is van, és régen tényleg tartottam is. De azért, mert egyszerűen én a csoportos órákba kezdtem, és az a hangulat, illetve az a feeling, illetve az az energia, ami egy csoportos edzésen van, nekem egy személyedzésben nem jön át, és én ezt imádom, engem is motivál, látom, hogy az emberek motiválják egymást, és tényleg leírhatatlan érzés néha egy-egy edzés, és mindig akkora energiával, szeretettel tudok eljönni ezekről az órákról, hogy ezt semmiért sem cserélném le, úgyhogy személyedzést nem tartok, csak csoportos edzéseket, nem is lenne már őszintén időmre, de én azt gondolom, hogy annak egy csoportos edzés is néha 25-en, úristen, ez a köredzés is, azt hiszem 25-en voltunk, mindenki nagyon nagy figyelmet kap tőlem, mindenkivel beszélgetek edzés előtt legalább egy-két mondatot, edzés után is bárkinek bármi kérdése van, szóval én fél órával előbb ott vagyok, kb. 3-4 órával később megyek el, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki megkapja azt, amit szeretne, illetve nagyon sokan vannak itt az edzésen is, akik az általunk szervezett sírégető klubban vannak benn, mert láthatok pár eredményt, és
ők az én táplálkozási programomat csinálják, és mellette pedig járnak hozzám edzeni, illetve kiegészítő edzéseket végeznek, amiket mi javasoltunk nekik. Végére pedig feltettem a Facebook oldalamra is egy kérdezfeleleket, az Instagramra is. Az Instagramosok mindig sokkal-sokkal aktívabbak tényleg. Tehát én azért szeretem az Instagramot őszintén most már jobban, mint a Facebookot, mert sokkal több az interakció, sokkal inkább eljutnak az üzeneteim az emberekhez, mint a Facebookon, ami egy kicsit így szintén nem túl motiváló, mert most már a Facebookon szerintem 42 ezeren vagyunk, az Instagramon meg összesen 13 ezeren, és bármikor kirakok egy videót vagy egy képet, akkor az Instagram az tényleg tök jó érzés, hogy jönnek a lájkok, a hozzászólások, a Facebook meg így. Lényegtelen is, persze az ember nem a lájkokért csinálja, de azért jó a visszajelzés abban a szempontból, hogy tudod, hogy értékes az, amit csinálsz, jó-e, segít-e, mert mindannyian más periódusában vagyunk az utunknak, szóval nekem fontos az, hogy olyan dolgokat hozzak, amik nektek segítenek, és ugye én ebből tudom ezt leszűrni, szóval feltettem ugye ezt a kérdezfeleket, és ami nagyon fura nekem, hogy lehet, hogy azért, mert az emberek nem szeretik, hogy mások látják a kérdéseiket, de például a Snapchat-emet pont ezért nyitottam meg, hiszen ott lehet videót küldeni úgy, hogy csak én látom, és míg e-mailben minden nap rengeteg kérdés jön, addig erre nem jött túl sok kérdés, de jött pár nagyon jó, ami szerintem mindenkinek hasznos vagy érdekes lehet, úgyhogy ezt a következő videómban mindenképpen meg fogom beleszólni. Nézzekessétek a korábbi videókat, ennek van egy előzménye, a legelső, hogy miért kezdtem el. Írjatok kérdéseket, hogyha szeretnétek bármit is tudni. Én meg jövő héten sokkal jobb leszek. Már összeírtam, hogy milyen kajákat fogok megcsinálni, és végre újra belevetem magam az ételfotózásba. Az edzések mennek, és ez vicces, mert ugye ez a legkönnyebb része a dolognak, mert heti 3-szor, 4-szer, 6-szor edzeni az 6 óra, 3-4, 6 óra az életedből, de egészségesen táplálkozni az alváson kívül szinte non-stop. Szóval, és ezért is a táplálkozás ugye 70%-a a dolognak. Úgyhogy az edzések menni fognak, próbálok hozni videót, nem csak lábnapról, mert nem csak lábnapom van. És hogyha szeretnétek mondjuk egy teljes nap kajálást látni, akkor like, és hozni fogom. Mindenképpen. Kommenteljetek a videóra, iratkozzatok fel, nem kell szerintem nagyon más hozzá, mint egy Google, egy Gmail, Gmail account, és fel lehet iratkozni, és akkor mindig kaptok róla kis jelentést, hogy jött egy videó. Mindenképpen, amit még szeretnék, az még több edzés videó. De az Instagramon így is tele van egy csomó gyakorlattal. Szóval a lényeg jön a következő videó a kérdéseitekkel. Peace. Whatever.